fényárban úszik a Szent István terem. A különleges szobát, amely a budavári palota déli összekötő szárnyában épül újjá, három csillár és négy falikar világítja meg egyedi zúg segítségével. Ahhoz, hogy a munkaterületen ezek a gyönyörű világítótestek megvalósulhassanak, beépülhessenek, több különböző szakmának kellett együtt dolgoznia. A fémes munkálatok mellett megjelentek az üveg, drága, féldrága köves mesterembereknek a munkája, illetve az egyedi gyártású Szent István ízzók is. A csillárokba a szakemberek a beépítés után helyezték el a speciálisan kialakított foglalatokat és izzókat. Ahhoz, hogy a rekonstruált világítótestek megfeleljenek a mai kor elvárásainak, komoly tervezésre volt szükség. A munkához az egyik budapesti villában látható, a századfordulón készült csillár adott némi támpontot. A Lendvai utcai villában láttuk, hogy milyen módon kötötték, vagy milyen módon húzták be a 120 évvel ezelőtti vezetékeket. Azok még textilborítású kábelek voltak. Itt a mai kor követelményének megfelelő kábeleket már picit más technológiával és módon kell behúzni, illetve eljuttatni az izzókig, a foglalatokig. Ez egy izgalmasabb része volt a történetnek. Az egyenként 150 kilós csillárok függesztése is statikusok és tervezők határozták meg. Olyan kötési pontokat és kötőanyagokat használtak, amelyek biztosítják, hogy a födém szerkezet elbírja a súlyos, aranyozott bronzból készült remek műveket. A csillár terembe való beépítése az három ütemben zajlott. A három csillárnak kezdtük a plafonrózsájával, illetve a plafonrózsából lerógó kupola résszel. Ezt párhuzamosan csináltuk, ez volt az első nap. Második nap már eljutottunk a középabroncsig, és harmadik nap tudtuk felilleszteni a legnehezebb részét, a 80 kilós alsó abroncsot, és közben folyamatosan ellenőriztük, hogy a kábelek elektromos vezetése az megfelelően, mert ha nem, akkor kezdenünk el az egészet előről, nincs javítási lehetőség. Ebben a teremben, amikor felkerültek az elemek, akkor olyan hatást gyakoroltak ránk, akik építettük, amit nem tudtunk elképzelni. Az aprólékosan kidolgozott csillárokat összesen 720 darab csiszolt féldrágakő díszíti. A Nemzeti Hausmann program keretében újjászületett történelmi szobát augusztus 20-ától tekinthetik meg a látogatók, az első napokban ingyenesen.